18. fejezet. Az ősi ösztön. Attól az időtől kezdve, hogy Tarzan magukra hagyta a nagy emberszabású majmokat, akik között felnőtt, a törzsön belül állandósult a viszály és a széthúzás. Terkosz kegyetlen és szeszélyes királynak bizonyult. Az idősebb és gyengébb majmok, akiket előszeretettel gyötört brutális természete megnyilvánulásaival, egymás után szedték a sátorfájukat, és indultak el családostól a dzsungel nyugodt és biztonságos belsejébe. Végül azokat is, akik maradtak, a kétségbeesésbe kergette Terkosz folytonos garázdálkodása. Így történt azután, hogy egyiküknek eszébe jutott, mire intette őket Tarzan búcsúzáskor. Ha olyan törzsfőnökötök lesz, akik egyetlenkedik, ne azt tegyétek, amit más majmok csinálnak. Ne próbálja meg egyikőtök se egyedül összemérni az erejét vele. Ehelyett ketten vagy hárman vagy négyen együtt támadjatok rá. Aztán, ha így cselekedtetek, egyetlen törzsfőnök sem mer majd másként viselkedni, mint ahogyan kell. Akármilyen főnök uralkodik is rajtatok, négyesbe képesek lesztek megölni. Az a majom, akinek eszébe jutott a bölcs tanács, jó néhány társának elmesélte Tarzan szavait. Amikor Terkosz aznap visszatért a törzséhez, igen meleg fogadtatásban volt része. A formalitásoktól eltekintettek. Amikor Terkosz odaért a többiek közé, öt hatalmas, szőrös fenevad egyszerűen rávetette magát. Szíve mélyén Terkosz tulajdonképpen gyáva féreg volt, amint az agarázda alakokkal lenni szokott. Ezért aztán nem maradt ott, hogy megküzdjön velük, s ha kell vitézül haljon meg, hanem igyekezett mielőbb kitépni magát karmaik közül, és elmenekülni a menedéket nyújtó faágak közé. Még kétszer kísérelt meg visszatérni a törzshöz, de mindkét alkalommal elkergették. Végül felhagyott a próbálkozással, és a dühtől, gyűlölettől tajtékozva bevetette magát a dzsungelbe. Napokon keresztül céltalanul kódorgott. Egyre sérelmeink érődzött. Valamilyen gyenge állatot keresett, akin kitöltheti felügyelemlet haragját. Ebben a lelki állapotban volt tehát a fenevad, amikor fáról fára ugrálva egyszer csak két asszonyra bukkant a dzsungelbe. Pontosan a fejük fölött volt, amikor felfedezte őket. Jane Porternek fogalma sem volt arról, hogy valaki van a közelbe. A hatalmas szőrös testű állat egyszer csak lehuppant mellette a földre. Megpillantotta maga előtt rémisztő pofáját és vicsorgó förtelmes száját. Velőtrázó sikoly hagyta el Jane ajkát, amikor a fenevad megragadta a karját. Az állat magához rántotta, és kitátott szájával a torka felé kapott. Mielőtt azonban belemélyezthette volna rettentő tépőfogait a lány gyenge húsába, a majomnak hirtelen más ötlete támadt. Asszonyai a törzsnél maradtak. Gondoskodnia kell helyettük újakról. Ez a szőrtelen fehér majom lesz az első asszony új családjába, gondolta. Durva mozdulattal széles, szőrös hátára vette Jane, majd felszökkent az egyik fára, és magával vitte. Jane Esmeraldával ellentétben egyszer sem vesztette el az eszméletét. Igaz attól az iszonyattól, hogy az állat rémisztő pofája szorosan odasimult az arcához, hogy bűzös lélegzete minduntalan az órába csapott, szinte megdermett. Az agya azonban tiszta volt, és a lány mindent felfogott, ami vele történt. A fenevad elképesztőnek tetsző sebességgel hurcolta magával az erdőn keresztül. Ő nem kiáltozott, sem szabadulni nem próbált. A majom hirtelen felbukkanása annyira megzavarta, hogy azt hitte, az állat most visszafelé viszi őt a tengerpart felé. Ebből kiindulva úgy gondolta, inkább arra az időre tartogatja energiáját és hangját, amikor majd azt látja, hogy elég közel kerültek a táborhoz, és van értelme hangos kiáltozással segítséget kérni. Nem tudhatta, hogy az állat egyre beljebb és beljebb viszi az áthatolhatatlan dzsungelbe. A sikoltás, amelynek hallatán Clayton és a két öreg úr botladozva nekivágott a dzsungel sűrű ajnövényzetének, Tarzant, a dzsungelfiát egyenesen elvezette arra a helyre, ahol Esmeralda a földön hevert. Esmeralda nem érdekelte különösebben. Igaz, azért egy pillanatra megállva fölötte, megállapította, hogy semmi baja nincs.
Fürkész tekintettel vizsgálgatta a talajt meg a fákat. Mint hogy a benne élő majom csodálatos érzékszerveire ugyanúgy támaszkodhatott, mint vele született emberi intelligenciájára, az erdő nyitott könyv volt a számára. Olyan pontosan megállapította, hogy mi történt, mintha minden a szeme láttára zajlott volna le. Újra útnak indult. Az ingatag ágakon követte a magasba hátrahagyott nyomokat. Ezeket rajta kívül semmilyen más emberi szem nem vette volna észre. Még kevésbé lett volna képes értelmezni azokat. Az ágak végén, ahol a majmok átlendülnek az egyik fáról a másikra, ott található a legtöbb nyom. Ez jelzi az állat útvonalát, viszont kevéssé határozható meg belőlük, hogy melyik irányba tartott. A fatörzséhez közelebb, ahol a tovahaladást jelző nyomok halványabbak, az irány egyértelműen megállapítható. Ezen az ágon egy hernyót nyomott szét súlyos lábával az üldözött. Tarzan ösztönösen érezte, hogy hol kell ugyanennek a lábnak a következő nyomát keresnie. Rögtön odapillantott, s már meg is látott egy parányi darabot a széttiport lárvából. Gyakorta ez a nyom azonban nem volt több egy-egy nedves foltocskánál. Odébb egy kis adag kéreg darabot kapart le az ágat markoló kéz. Itt a törés iránya jelzi, hogy merre felé ment az állat. Vagy szőrös testével súrolta valamelyik vastagabb ágat, esetleg magát a fatörzset, és az, hogy az a néhány szőrszál melyik irányból szorult be a kéreg alá, mutatta, hogy jó felé megye. Ahhoz, hogy a menekülő vadállat eme látszólag jelentéktelen nyomait sorra felfedezze, még csak vissza sem kellett fognia a sebességét. Tarzan számára ezek teljesen egyértelműen váltak ki a lombos ösvény szegélyező sok-sok egyéb karcolás és horzsolás közül. Ám minden nyom körül a legerősebb a szag volt. Tarzan széllel szemben üldözte a másikat, és kitágult orjukai ugyanolyan érzékenyek voltak, mint egy vadászkutyájé. Vannak, akik úgy vélik, hogy a természet különleges, az embernél jobb szagló idegekkel látta el az alacsonyabb rendű élőlényeket. Pedig ez csupán gyakorlottság kérdése. Az ember életben maradása ugyanis nem függ olyan nagy mértékben érzékszervei tökéletességétől. Ezek éppen az ember értelmi képességének következtében nagyrészt mentesültek feladataik teljesítése alól. Bizonyos mértékben a fül és a fejbőr mozgató izmaihoz hasonlóan egyszerűen a használat hiánya miatt elcsökevényesedtek. Ott vannak azok az izmok az ember fülei környékén és fejbőr alatt, mint ahogy megvannak azok az idegek is, amelyek az ingerületeket közvetítik az agyba. De nincs rájuk szükség, hát fejletlenek. Nem így állt a helyzet Tarzan esetében. Az ő életben maradása kisgyermekkorától kezdve sokkal inkább tökéletes látó, halló, szagló, tapintó és ízlelő szervétől függött, mint a gondolkodás jóval lassabban kifejlődő képességétől. Tarzannál legkevésbé az ízlelés szerve fejlődött ki. Ugyanolyan élvezettel tudta megenni a mézédes gyümölcsöket, mint a hosszú ideig ellásott nyers húst. Ami azt illeti, ebben se sokban különbözött a nála civilizáltabb innyencektől. A majomember szinte teljesen nesztelenül követte Terkoz és prédája nyomát. Közelettének zaja azonban mégiscsak eljutott a menekülő fenevad fülébe, és egyre nagyobb sebességre sarkalta. Három mérföldet tettek meg, mire Tarzan utolérte őket. Ekkor Terkoz látva, hogy a további menekülés értelmetlen, egy kis fátlan térségben leereszkedett a földre. Szembefordult üldözőjével, hogy megküzdjön zsákmányáért, vagy alkalma legyen akadálytalanul kereket oldania, ha úgy látja, hogy nem méltó ellenfele a másiknak. Egyik hatalmas karjával még mindig fogva tartotta Jane-t, amikor Tarzan, mint egy leopárd bevetette magát az arénába, amelyet a természet hozott létre ennek az ősidőkre emlékeztető küzdelemnek a szinteréül. Amikor Terkoz látta, hogy Tarzan az üldöző, egyszeriben arra a következtetésre jutott, hogy zsákmány a Tarzan asszonya. Hisz mindketten ugyanahoz a fajhoz tartoztak. Fehérek és szőrtelenek. Ezért aztán nagyon örült az alkalomnak, hogy kétszeresen is bosszút állhat gyűlölt ellenségén. Jane-re ennek az istenszerű férfinak a hirtelen feltűnése olyan hatást tett, mint a bor a túlfeszített idegekre. Clayton, valamint az apja és Mr. Philander elbeszélése alapján biztos volt abban, hogy ugyanaz a csodálatos lény áll előtte, aki őket megmentette. Ezért védelmezőjét és barátját látta benne.
Amikor azonban Terkos durván félrelökte, hogy szembeszálljon a rátámadó Tarzannal, felmérte a hatalmas termetű majom óriási izmait és rettenetes tépőfogait, kis hitűség lett úrá rajta. Hogyan is volna képes bárki győzedelmeskedni ilyen iszonyú ellenféllel szemben? Mint két rohamozó bika, úgy estek egymásnak. Mint két farkas, úgy keresték egymás torkát. A majom hosszú tépőfogaival szemben az ember a maga vékony pengéjű kését vetette küzdelembe. Jane, aki karcsú ifjú testével nekilapult az egyik óriásfa törzsének, kezét keblére szorította, tág nyílt szemébe pedig rémülettel vegyes elragadtatás és bámulat tükröződött. Feszülten figyelte, hogyan küzd meg egymással az embermajom őse az ősemberrel egy asszonyért. Érte. Amikor látta, hogy a hatalmas erőkifejtéstől öklömnyi csomókba futnak össze az óriási izmok a férfi hátán és vállán, miközben erős karjával és kezével távol tartja magától ellenfele veszedelmes agyarait, az évszázados kultúra és civilizáció fájt lát, mintha a szél fújta volna el a baltimóri lány elhomályosult szemei elől. Amikor aztán a hosszú kés vagy tucatszor mártózott meg Terkos lüktető szívében, és a hatalmas test élettelenül hemperedett a földre, az ősember asszonya volt az, aki kitárt karokkal ugrott fel, és rohant az ősember felé, aki megküzdött érte, és megszerezte őt magának. És Tarzan? Tarzan azt tette, amit, ha igazán vér folyik az ereiben, egyetlen férfinak sem kell külön megtanulnia. Karjába szorította asszonyát, és csókokkal borította el pihegő, felkinálkozó ajkát. Jane egy pillanatig félig lehúny szemmel pihent meg a férfi domború melkasán. Egy pillanatra, rövid élete során most először, megérezte, hogy mit jelent az a szó, szerelem. Amilyen hirtelen az a bizonyos fátyol fellebbent, most ugyanolyan gyorsan vissza is ereszkedett a szeme elé. Jane-ben gyötrelmes erővel támad föl a lelki ismeret. Újra a régi, civilizált nővé változott, és immár szégyentől fülig pirulva taszította el magától Tarzant. Majd a kezébe temette arcát. Tarzan az imént meglepődve tapasztalta, hogy a távolról imádott lány milyen engedelmes fogja ő elő karjainak. Ugyanígy meglepődött azon, hogy most viszont eltaszítja magától. Újra közelebb lépett hozzá, és megfogta a karját. A lány, mint valami nőstény tigris nekiesett, és apró kezével csépelni kezdte a férfi széles mellkasát. Tarzan nem értette a dolgot. Egy pillanattal korábban még az volt a szándéka, hogy sietve visszaviszi Jane-t az övéihez. Ám ez a rövidke pillanat mindörökre a múlt mélységes, sötét kutyába vezet sok-sok más dologhoz hasonlóan, amelyet mind léteztek egykoron, de soha vissza nem térnek. Ezzel a jó szándék is oda lett, elpattant, mint a buborék. Azóta Tarzan már tudta, milyen az, amikor egy meleg, karcsú test simul hozzá. Attól, hogy arcán és száján érezte a szeretett lény forró, édes leheletét, új, ismeretlen láng gyúlt keblében. Az ajkára tapadó ajkak tüzes csókjai pedig izzó bélyeget égettek a lelkébe. Ez a bélyeg ott maradt kitörölhetetlenül. Ismét a karjára tette a kezét. A lány ismét ellökte magától. Akkor Tarzan, a dzsungelfia azt tette, amit őseink tettek volna a helyébe. Karjába kapta asszonyát, és bevitte a dzsungelbe. Másnap kora reggel a tengerparti kis kunyhóban alvó négy tagú társaság ágyú dörejre ébredt. Clayton volt az első, aki kirohant a szabadba, és a kikötő bejáratán túl két lehorgonyzott hajót pillantott meg. Egyikük az Arrow volt, a másik pedig egy kis francia cirkáló. Az utóbbi korlátjánál rengetegen tolongtak és bámultak a part felé. Clayton meg a társaság időközben megérkezett többi tagja számára is nyilvánvaló volt. Az imént hallott ágyúlövéssel nekik akartak jelezni, amennyiben még a kunyhóban tartózkodnak. Mindkét hajó tekintélyes távolságra maradt a parttól. Kétséges volt, hogy a tengerrel lévők távcsöveikkel felfedezik-e a kikötő bejáratánál emelkedő két hegyfok között a távolba a kalapját lengető kis csoportot. Esmeralda levette piros kötényét, és a feje fölé emelve hemesen integetni kezdett vele. Clayton viszont attól tartva, hogy ezt sem fogják észrevenni, sietve elindult az északi hegyfokra, ahol az összerakott jelzőmágjának már csak egy szál gyufa kellett. Számára és a lélegzet visszafolytva várakozó visszamaradottak számára is örökké valóságnak tűnt, mire végre odaért a száraz ágakból és bozótból rakott óriás kupachoz.
Amikor kiért a sűrű erdőből és újra megpillantotta a hajókat, legnagyobb megdöbbenésére azt látta, hogy az Arrow éppen vitorlát bont. A cirkáló pedig már útnak is indult. Gyorsan vagy cucatnyi helyen meggyújtotta a mágját, és kisietett a hegyfok legszélső pontjára. Majd egy letört ágra kötözve ingét ide-oda kezdte lengetni a feje fölött. De a hajók továbbra is a tenger felé tartottak. Már fel is hagyott minden reménnyel, amikor a sűrű füstoszlop, amelyet szürkén szállt föl az erdő fölött az égre, végre feltűnt a cirkálón a figyelőknek. Pillanatokon belül tucatnyi távcső irányult a part felé. Clayton kisvártatva azt látta, hogy a két hajó ismét megáll. Az Arrow csendesen ringatózik tovább az óceán vizén. A gőzgép hajtotta cirkáló azonban visszafelé úszott a part irányába. Kissé távolabb megállt, csónak ereszkedett le a vízre, és indult el a szárazföld felé. Amikor partot ért, fiatal tiszt ugrott ki belőle. Monsignor Clayton, ha nem tévedek, mondta. Istennek legyen hála, hogy megjöttek, volt Clayton válasza. Talán még most sem érkeztek túl későn. Hogy érti ezt, Monsignor? Kérdezte a tiszt. Clayton elmondta neki, hogy Jane Portert elrabolták, hogy fegyveres férfiakra volna szükség, akik segítenének a felkutatásában. Mondd, ő! Kiáltott felszomorúan a tiszt. Ha tegnap érkezünk, még nem késő. Ma pedig már lehet, hogy jobb, ha soha nem találjuk meg a szerencsétlen lédit. Ez rettenetes, Monsignor. Ez egész egyszerűen rettenetes. Újabb csónakok indultak el a cirkálótól. Clayton, miután megmutatta a tisztnek, hol van a kikötő bejárata, beszállt vele együtt a csónakba, amelynek orra most a szárazföldbe benyúló kis öböl felé fordult. A többi csónak követte. Hamarosan az egész csapat partra szállt azon a helyen, ahol Porter professzor, Mr. Philander és a szipogó Esmeralda várakozott. A cirkálóból utóbb vízletett csónakok közül az utolsóba foglalt helyet több tiszt társaságában a hajó parancsnoka is. Miután végighallgatta Jane elrablásának történetét, nagy lelkűen felajánlotta, hogy önkéntes jelentkezőket bocsát Porter professzor és Clayton rendelkezésére, akik elkísérik őket a kutató útjukon. Egyetlen tiszt vagy matróz se volt a bátor és rokonszenves franciák között, aki azonnal nekért volna engedélyt, hogy az expedícióval tarthasson. A parancsnok kiválasztott 20 embert és két tisztet, Darnot és Serpentier hadnagyot. Az egyik csónakot visszaküldték a cirkálóhoz élelemért, lőszerért és karabélyokért. Pisztollyal az emberek már fel voltak fegyverkezve. Aztán Clayton érdeklődésére, hogy miért vetettek horgonyt itt a part előtt, és adtak le jelzőlövéseket az ágyúból, a parancsnok, Dufresne kapitány elmagyarázta, hogy egy hónappal korábban már észrevették a jelentős vitorlázattal délnyugatnak tartó Arrow-t. Amikor jelezték neki, hogy álljon meg, csak még több vitorlát feszített ki. Napnyugtáig a nyomába vonattak olyan távolságra, hogy mindig végig látták a hajó vízből kiemelkedő testét. Jó néhány lövést is adtak le rá, másnap reggel azonban bottal üthették a nyomát. Aztán heteken keresztül cirkáltak tovább fel alá a part mentén, és már-már meg is feledkeztek arról a korábbi esetről, az üldözésről. Pár napja kora reggel a figyelő a tenger hullámain hánykódó és nyilvánvalóan vaksorsára bízott hajót jelentett. Amikor közelebb mertek az elhagyott vitorláshoz, meglepetéssel állapították meg, hogy ez volt az, amely pár héttel korábban elmenekült előlük. Az előárbóc vitorlája és a farvitorla úgy volt beállítva, mintha valakik megpróbálták volna a hajót széllel szemben tartani, de az élénk már-már viharos erejű szél széthasította, cafatokra tépte a fehér vásznakat. Az erősen felkorbácsolt tengeren nehéz és veszélyes vállalkozásnak tűnt embereket küldeni át a másik hajó lefoglalására. Mint hogy az életnek semmi jele nem volt felfedezhető a fedélzetén, úgy döntöttek, hogy a közelbe maradva megvárják, míg a szél és a hullámzás elül. Egyszer csak egy alakot pillantottak meg, aki teljesen legyengülve a korlátba kapaszkodott és kétségbe esetten némán integetett feléjük. Az egyik csónak legénysége azonnal parancsot kapott a vízre szállásra, és sikeresen fel is jutottak az Arrow fedélzetére. Döbbenetes látvány tárult a hajó oldalán felkapaszkodó franciák szeme elé. Egy tucat halott és haldokló, az elevenek és holtak közt elvegyülve, hempergett ide-oda a szurkos fedélzetem. Két tetemet, mintha farkasok marcangoltak volna szét.
A cirkálóról átküldött legénység hamarosan ismét rendezhette a hajó vitorlázatát. Levitte és függőágyaikba fektette a bal végzetű társaság életbe maradt tagjait. A halottakat kátrányos vitorlavászonba csavarták és kikötötték a fedélzeten, hogy mielőtt a tengerfenekén megpihennének, társaik azonosíthassák őket. Az életben lévők közül senki sem volt eszméleténél, amikor a franciák feljutottak az áró fedélzetére. Még az a szerencsétlen ördög sem, aki a kétségbe esett segélykérő jelzést leadta, ő is mély ájulásba zuhant, mielőtt megtudhatta volna, hogy az integetésének volt-e foganatja vagy sem. A francia tisztnek nem került sok fáradtságába kideríteni, hogy mi a hajón uralkodó rettenetes állapotok oka. Amikor elkezdtek víz és pálinka után kutatni, hogy magukhoz térítsék az embereket, kiderült, az arónak egyikből sincs egy csepp sem. Sőt, semmi néven nevezendő ennivaló sem lelhető fel. Azonnal vizet, gyógyszert és élelmet kért a cirkálóról. Hamarosan újabb csónak tette meg a kockázatos utat az arróig. Az újraélesztési kísérletek nyomán az emberek közül jó néhányan visszanyerték eszméletüket, és végre mindenre fény derült. A történetet a kedves olvasó ismeri addig a pontig, amikor Snipes meggyilkolását és a kincses láda fölé való temetését követően az arró vitorlát bontott. A nyomukba szegődő cirkálótól a zendülők a jerek szerint annyira megrémültek, hogy napokon keresztül az Atlanti-óceán nyílt vize felé vitorláztak. Azután is folytatták útjukat, hogy sikerült egérutat nyerniük. De hamarosan rádöbbentek, mennyire megcsappant a víz és élelmiszerkészlet a hajón. Ismét keletnek fordultak. Senki sem volt közöttük, aki értett volna a navigációhoz. A nézetek hamarosan kezdtek megoszlani arról, hogy hol is vannak tulajdonképpen. Mint hogy 3 napig kelet felé hajózva sem tűnt fel előttük a szárazföld, észak felé vették az irányt. Attól tartottak, hogy a korábbi erős északi szél Afrika legdélibb csücskénél is délebre sodorta őket. 2 napig tartották az észak-észak-keleti irányt. Ekkor szélcsend keletkezett, amely majd 1 hétig tartott. Vízük elfogyott, és látták, hogy másnapra már élelmük sem lesz. A hajón uralkodó állapotok óráról órára romlottak. Az egyik matróz megőrült, és a vízbe vetette magát. Nem sokkal később egy másik felvágta az ereit, és a saját vérét kezdte inni. Amikor meghalt, őt is a vízbe dobták, bár volt közöttük, akik azt akarták, hogy a holttest maradjon csak a hajón. Az éhség az emberi fenevadakat vadállattá tette. 2 nappal ezelőtt, hogy a cirkáló rájuk bukkant, már túlságosan legyengültek ahhoz, hogy irányítani tudják a vitorlást. Ugyanaznap 3-an meghaltak. Másnap reggel kiderült, hogy az egyik holttestből valakik az éjszaka során ettek. Az emberek aznap egész idő alatt a fedélzeten hevertek és ragadozók módjára méregették egymást. Másnap reggelre pedig 2 hulláról szinte minden hús eltűnt. De ettől a lakomától nemigen kaptak erőre. A vízhiány volt az, ami miatt a legnagyobb gyötrelmeket kellett kiállniuk. Aztán megérkezett a cirkáló. Amikor mindazok, akiken még lehetett segíteni, magukhoz tértek, az egész történetét elmesélték a francia parancsnoknak. Közelebbi ismeretek hiány azonban nem tudták megmondani neki, hogy melyik részen tették ki a partra a professzort és társait. Így a cirkáló látótávolságon belül maradva végighaladt a szárazföld mentén. Időnként jelzőlövéseket adott le, és távcsővel pásztázta a part minden hüvelyknyi szakaszát. Éjszakánként horgonyt vetettek, hogy a partvonal egyetlen kis darabja sem maradjon átfésületlenül. Így történt aztán, hogy az előző éjszakára pont az elé a partszakasz elé érkeztek, amelyen a keresett kis tábor állt. Az előző délután leadott jelzőlövéseket a parton lévők feltehetőleg azért nem hallották meg, mert éppen Jane Porter nyomába jártak a dzsungel sűrűjében. Mire mindkét társaság elmesélte a másiknak a maga sok-sok kalandját, a csónak is visszaérkezett a cirkálótól. Magával hozta a kutatóúthoz szükséges élelmet és a fegyvereket. A matrózok kis csapata, a 2 francia tiszt és Porter professzor, meg Clayton pár perc múlva már bent is járt a dzsungel útvesztőjében. Az expedíció nekilátott reménytelen feladat a teljesítésének.